Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV május 23-ai szerdai híradója. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Miniszterhelyettes Cseresnyés Péter átvette kinevezését Áder János köztársasági elnöktől. Kanizsai az év diákfotósa. A BLG-s Major Gergő nyerte a tehetségkutató pályázatot. Kezdődik a táborszezon, a Zalaerdő idén új tematikával és helyszínekkel is várja a fiatalokat. Áder János köztársasági elnök az Országház épületében kinevezte Orbán Viktor negyedik kormányának államtitkárait, akik egyúttal hivatali esküjüket is letették. Mint a Kanizsa Televízió korábban beszámolt róla, Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkáraként, vagyis miniszterhelyetteseként dolgozik a jövőben. Az államfő a miniszterelnök javaslatára összesen 54 államtitkári, illetve közigazgatási államtitkári kinevezési okiratot adott át. Kanizsai fiatal lett az év diákfotósa. Major Gergő a tehetségkutató diák média pályázat középiskolás korcsoportjában végzett az első helyen. A BLG kisgimnazistája portréképekkel nevezett a DUE média hálózat 28. alkalommal kiírt versenyére. Gergő a piarista iskola tanulóját Kovács Kittit kérte fel modellnek. A fiatalok már korábban is dolgoztak együtt, hiszen mindketten szerepeltek a Pesek című kisfilmben. Filmforgatáson ismerkedtünk meg, és már ott is nagyon jól kijöttünk egymással. És hát egyik este kaptam egy üzenetet a Gergőtől, elmesélte, hogy miről lenne szó, nekem nagyon tetszett, otthon is megbeszéltem a szüleimmel, és hát akkor eljött ugye a fényképezés napja, amit nagyon élveztünk mind a ketten, nagyon vidáman telt. Győzelmének köszönhetően Gergő részt vehet majd az ország legnagyobb nyári médiatáborában. Nyertem nagy mennyiségű felajánlást egy ilyen médiatáborba, ami nyáron lesz, ugye ezt az év diákfotósa címet, és ezt szeretném folytatni, azt gondolom, ez egy nagyon jó elindító díj volt. Gergő és Kitti tervezik, hogy a jövőben is folytatják a közös munkát. Folytatják vándorútjukat az oskolás tankönyvek. Ezekben a hetekben a Hevesi Sándor általános iskola tanulói böngészhetik át az 1945 előtt használt kiadványokat, értesítőket és írófüzeteket. Naponta több száz kisgyerek csodálkozik rá a történelmi relikviákra, amelyek a Hevesi iskola galériájában kaptak helyet. Nézd meg, hogy milyen gyönyörűek írtak téged az emberek. Néhány osztály egy-egy tanóra keretében nézi meg a tárlatot. Az előbb voltunk lent az osztállyal, és láttunk régi palatáblát is. A magyar órákon is Móra Ferenc költeményeiben szoktuk hallani a palatáblát. Láttuk a régi osztályokat, általában 10-13-an lehettek egy osztályba, és élvezetes ezeket a régi emlékeket újra megnézni. Az 1945 előtti időkből származó iskolaszereket a Túri Vitézlő Oskola vezetője adta kölcsön az intézménynek. Vörös András számára annak idején meghatározó élmény volt fellapozni a nagyszülők, dédszülők generációja által használt tankönyveket. Megérezhettem azt, hogy a hazafiság a szólterem, és látszik, hogy az iskola falai között is, hiszen a példaadó emberek, a tanítók, a tanárok, ők ott vannak, és ők nagyon nagy erővel tudnak a gyermekeinkre hatni. És hogyha ez egy tudatos népnevelési stratégia volt azokban az időkben, egy vesztes háborút követően, Trianont követően, hogy a hazafiságot nem szabad hagynunk, mert ez egy utolsó mencsvár, ami minket meg fog tartani, akkor ebből a tankönyvekből, az akkori módszerekből egy kicsit tudunk meríteni, kicsit bele tudunk kapaszkodni. Hazafiságra ugyanis mindig szükség van, vallja az oskola vezetője, aki 10 éve gyűjti már a múlt századbeli iskolai kiadványokat. Hamarosan itt a táborozási szezon, a nyári szünet a diákoknak öröm, a kisgyermekes szülők számára viszont inkább fejtörést okoz. Egy-egy jó tábor azonban segítheti a családi logisztikát. Az Zalaerdő ZRT a megszokott programokon kívül az idén újdonságokkal is várja a természetkedvelő fiatalokat. 5 éve szervez táborokat a Zalaerdő ZRT. Kezdetben napközis jellegű programot szerveztek, ma már azonban ottalvos turnusok is vannak. Már az elejétől fogva nagy volt az érdeklődés,
és volt egy-két olyan év is, amikor még meg se hirdettük szinte a tábort, de az előző évi turnusokban résztvevő gyerekek már jelentkeztek, jelezték részvételi szándékukat a szüleiken keresztül, vagy akár ők is szóltak nekünk, hogy mindenképpen szeretnének jönni. Úgyhogy néha volt új jelentkezés is. A már megszokott természetjáró táborok mellett idén bővül a cég kínálata a tematikát és helyszíneket illetően is. Idén 3 tematikus tábort is meghirdettünk Szentpéterföldén. Ez kicsit nagyobbaknak szól már. 10 éves kortól várjuk a vadásztáborba és a horgásztáborba jelentkezőket, illetve ugyanúgy 8 éves kortól a természetbúvár táborba, ahol a madarászat lesz a fő téma. A táborokban szakemberek avatják majd be a gyerekeket a horgászat, a vadászat és a madarászat rejtelmeibe. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Esélyes az elismerésre, a puncsfagyizóra is lehet szavazni a megyei fogyasztóvédelmi díj voksolásán. Veszélyes gyűjtés, 2 hétvégén viszik el a környezetkárosító hulladékokat. Hullámok hátán, június elején ismét sárkányhajók népesítik be a csónakázó tavat. Mától lehet szavazni a Fogyasztókért díj jelöltjeire. A vállalkozások között egy nagykanizsai cég, a puncsfagyizó is szerepel. A voksolás a megyei napilap internetes oldalán érhető el, ahol egy olvasótól csak 1 szavazatot fogadnak el. A verseny május 28-áig tart. Igen, akinek van, csak vigyázzatok a tortoda, mert nincs valami nagyon nagy. Jó ízűen nyalják a fagylaltot a kiskanizsai iskolások. Nem meglepő, hiszen a puncsfagyizó termékei országos hírűek. Végtelenül jó az, hogy természetes alapanyagokból készül, és szívvel lélekkel készíti a házigazda. Ferit már nagyon-nagyon régóta ismerjük az iskolában is, hogy a gyerekek is szívesen járnak ide fagylaltozni. Mindig bátran ajánljuk, és hogyha bármilyen versenyben részt vesz, most is úgy lesz, hogy szavazni fogunk rá, mert nagyon szurkolunk érte, hogy a díjazottak közé kerüljön ő is. A puncsfagyizó ugyanis bekerült a megyei napilap internetes oldalán elérhető Fogyasztókért díj versenyébe. Ezzel az udvarias kiszolgálást, a jó minőséget és a tisztaságot ismerik el. Én úgy érzem, mind a 3 megfelelünk, mert próbálunk mindig jót adni. A lányok kedvesek, és a tisztaság a legfontosabb. Nagyon szeretném, megmondom az igazat, ha megnyerném, mert a szívünknek az jót tenne, és kérem, aki szeret bennünket, meg szereti a fagyinkat, a szavazzon ránk. A voksolás ma indult, és május 28-án 16 óráig tart. Egy olvasótól csak 1 szavazatot fogadnak el. A győzteseket május 31-én hirdetik ki. Idén is lesz tavaszi veszélyes hulladékgyűjtés. A szolgáltató az előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken dolgozik, május 25-én és 26-án, valamint június 1-én és 2-án. A veszélyes és elektronikai hulladékot a Viridis Pannonia Kft. Munkatársai veszik át. A kanizsaiak leadhatják a lak- és festékmaradványokat, száraz elemeket, akkumulátorokat, a fáradt olajat és a növényvédőszereket is. Amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy az előző évektől eltérően annyi változás történt, ugye, hogy a képmegjelenítő berendezéseket a meghirdetett helyszíneken nem veszünk át, viszont lehetőséget biztosítunk ezek leadására a várút 5 szám alatti telephelyünkön, május 25-e és június 2-a között térítésmentesen, ezen kívüli időszakban pedig térítés ellenében. Kritikus időszaka május vége növényvédelmi szempontból, hiszen kórokozók és károsítók támadják a kiskerteket, a dísznövényeket és a gyümölcsfákat is. A szakemberek szerint nem mindegy, hogyan és mikor védekezik a gazda. A kártevők elszaporodásának kedvez a mostani meleg és csapadékos időjárás. Megelőzni a tetvet nem tudjuk. Tehát csak akkor, amikor felszaporodtak, akkor kell kiirtani. Nem valószínű, hogy abban az évben még egyszer lesz. Tehát utána a növényvédő szerekbe már ne rakjunk, nincs értelme. Figyeljük a hangyamozgást, a hangyák telepítik a tetőt, hangyaváladékát szivogatják, abból élnek. Ha sok a hangyamozgás, akkor biztos, hogy lesz előbb-utóbb tető a növényeinken. Ez vonatkozik a
az almafára, most az almafán nagyon sok van, a körtefán, de a körtefán nem tetű van, hanem körtefán, körtelevér, bólha van, ami nagyon nehezen írható. Hamarosan ismét Kanizsára érkezik a Pódium Színház, amely legutóbb a Csárdás királynőt mutatta be a városban. A társulat most egy ősbemutatóval készül, amelyet május 29-én 19 órától láthat a közönség a HSMK-ban. Harsányi Gábor írt nekünk egy fantasztikus darabot, az Édes Halkon című előadást bemutattuk, aminek fantasztikus sikere lett, és úgy gondolta a Gábor, hogy akkor megpróbálkozunk egy új darabbal, aminek a címe Bazi Nagy Magyar Lagzi. A címet én találtam ki, és gyakorlatilag a Gábor egy olyan hagyományőrző magyar lakodalmat mutat be nekünk, nézőknek, ahol gyakorlatilag egy család életéről szól, és rengeteg fordulat van a darabban, nagyon sok, nagyon jó mulatós dal, és gyakorlatilag a szerelmesekről szól, de nem lőném le, hogy tulajdonképpen miről is. A lényeg az, hogy egy romantikus történet tele drámai fordulatokkal, és nagyon-nagyon sok humorral. Gőzerővel készülnek a kanizsai sárkányhajósok. Az evezősöknek már nincs sok idejük az edzésre, hiszen alig pár hét múlva rendezik a jubileumi 10. rócsót a csónakázó tavon. A Kínából származó sporták sikerét jól jelzi, hogy egyre többen választják országszerte a sárkányhajózást. A kanizsai szervezők kétnapos versenyükre idén 10 fős csapatok jelentkezését várják. Az idei rócsó egy jubileumi rócsó lesz, 10. alkalommal rendezi meg Nagykanizsa városa és a Kajakkenu klub a rócsót. Június 8-án, illetve 9-én kétnapos rendezvényként lesz jelen újra Nagykanizsán. A pénteki 8-ai versenynap az a diákokról szól, ott egy suli sárkány, ami egy országos rendezvénynek az egyik állomása Nagykanizsa. És a szombati napon a felnőtteket várjuk, baráti társaságokat, cégeket, települések, akik meg tudják méretni magukat teljesen amatőr szinten ebben a sportágban. Egy második helyet szereztek Szombathelyen az NTL judókái. A 10 évesek számára rendezett diákolimpiára 2 sportolót delegált a klub. A fiúk mezőnyében a 33 kg-osok között Horváth Medox 1 vereséggel zárta a tornát. A lányoknál Musztács Izabella képviselte a dél-zalai alakulatot. A Zrínyi iskola tanulója ezüstérmesként végzett a Vasi megye székhelyen. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Miniszterhelyettes Cseresnyés Péter átvette kinevezését Áder János köztársasági elnöktől. Kanizsai az év diákfotósa. A BLG-s Major Gergő nyerte a tehetségkutató pályázatot. Kezdődik a táborszezon. A Zalaerdő idén új tematikával és helyszínekkel is várja a fiatalokat. Ez volt a Kanizsa TV május 23-ai híradója. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Híreinket megtalálják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Viszontlátásra!